Na, sziasztok, itt vagyok a Csepel teherautónál. Kis kompresszornál, egy ilyen nagyobb kompresszorról. 160-180 métert húztam ki itt a pusztába. Mert ugye egyedül nem bírom felrakni a kocsira, meg nem is akarom összeverni. És oda még hosszabbítók kellettek volna, hogy a kocsiról oda tudjak állni, hogy föltöltsem 380-nal levegővel. És egy ilyen kis baszás szelep miatt, hogy ide közé ment a kosz. Lehet, hogy ez is jó lett volna, de mindegy, kicseréltem egy másikra, amit most múltkor kukáztam. Most tökéletesen jó a kerék. Most már másodjára cibáltam ide a nagy kompresszort. Így megrepedezett szerencsétlen kerék, hogy ennyi ideig állt így, mert nem jutott rá időm meg energiám. Hát azért ez jó régi gumi. Lehet, hogy öregebb, mint én. A lényeg arra, hogy itt helyben elmászkáljon nekem, arra tökéletesen jó lesz. Maximum, ha kilukad, akkor meg csere. Sok mindent nem tudok vele csinálni. Az idő vasfoga az megette. A lényeg, hogy innentől kezdve hadrafogható lesz. Ez a nagyobb kompresszor ezt föl is tudta emelni. Kicsivel nem is akartam próbálkozni, mert 25 liter az elvész ebbe a nagy kerékbe. Ugye ezzel fújtam föl most a nagy traktornak is, az OK-nak is a kerekeit. Azért nem mindegy, hogy 25 liter 8 báron, vagy 50 liter és 10 báron, 10-10 és fél báron. Ugye azért több fér bele jóval. Meg szerintem a kis kompresszoromnak az is a baj, hogy van benne egy ilyen vízleeresztő csavar, műanyagból, persze. Hát ez még ilyen barkácsgép volt a 90-es évek végén, hát ez is már 20-valahány éves. És akkor az első kis zseppénzemből, az első munkáimnak a spórolásából vettem. Lehet, hogy már csináltam is róla a videót, azt hiszem igen. Ezt későbbiekben meg tudjátok tekinteni az oldalon. És hát az gyengécske. Szerintem már félig van vízzel, mert ott le kéne engedni belőle a vizet, mert lehet hallani, hogy lötyög benne. Na most, ha van benne 10 liter víz, akkor belefér 10 liter levegő, vagy 15. Tehát az megint csak ilyen gond, hogy állandóan lemegy. Most személyautóhoz, Ducatóhoz, ehhez az jó. A nagy gépet is fölfújta, azért 10-15-ször feltöltöttem. De hát lássuk be, nem erre való. Mindegy, ott megemeltem a kanállal mindig az első kereket, amelyik defektes. És úgy nem terhelés alatt nyomtam neki. Na, tehát ezt akartam megmutatni, hogy ugye egy egyszerű pár filléres szelepsapka, akkor nem megy bele a retek, ez a mindenféle dzsuva, az éveknek a retke, hanem szépen megvédi, és akkor nem fog leereszteni. És egyébként még amelyikben ereszt is a szelep, mert valami nyűgje van, ha ráteszek egy ilyen szelepcsapkát, sokszor egy-két napot lehet vele spórolni, és akkor egy-két nappal később ereszt le. Ugye itt a spórolást azt arra gondolom, hogy van sokszor olyan az embernek, hogy valahol kint van, történik valami, fölfújod nagy nehezen a kereket, de nem jutsz el kompresszor közelébe vagy áram közelébe, és ugye ott várakozni kell, és nagyon nem mindegy, hogy a három nap alatt, mire rendbe rakod azt, hogy menetkész legyen egy jármű, vagy egy utánfutó, vagy egy akármi, hogy át tud cibálni olyan helyre. Nagyon nem mindegy az, hogy felfújva marad a kerék, vagy a felnin kell végighúzni. Na, mit akartam mutatni? Ezt akartam itt megmutatni még a Csepelen. Ezt jól ráhúztam, úgyhogy megyek át a másik oldalra, hogy mennyire tud bekoszolódni így egy szelep. Ugye ezek is kaptak szépen sapkát. Nem is tudom, hogy akkor miért nem tettem rá. Lehet, hogy az imre elfogytak. Ugye itt látjátok a lukat. Én megfújkáltam VD40-nel. Azért itt látjátok, itt le is van fújva egy kicsit. Hogy ne rohadjon be. Kilöki egy kicsit azt a portretket, ami benne van. És akkor... De hát ez teljesen ilyen állapotúra össze tud retkesedni. Meg hát látjátok, a moha, meg minden szar belenő a lukba, és akkor egyszer rá, tehát amikor ilyen mohás lesz, hiába fújsz ide bele levegőt előtte, mielőtt elkezdett fújatni, akkor is, mivel ezeket úgy kell megmozgatni, látjátok, itt ilyen döglött bogár, meg mindenféle szar van, tehát
jobb a szelepsapka, tiszta, ki van fújkálva, rátekered. Ugye már mutattam a nyálazós módszert, nyál az ujjadra, ráhúzod, ha nem bugyboréka, nem fújja a lufit, akkor ez tökéletes. Egyből látod, ha egy picit is szelel, hogy elkezdi fújni a lufbalmot, akkor újra pucolás, aztán annyi. Na most ez megint olyan, hogy ha a levegő közelébe vagy, tehát vagy mondjuk ezen is van kompresszor, akkor tojsz rá, ha ilyen picike kis buborékot fúj, mit tudom én, az alatt egy ilyen kerék 2 hetet, 3 hetet kibír, ugye úgyis ellenőrizgetni kell benne a nyomást, és az nem olyan nagy gond, hogy egy picit lejjebb ereszt, de hát azért csak szívás, hogy csak jobb, amikor az embernek úgy van, hogy egy évig hozzá se kell nyúlni, mert a keréknyomás tartja magát, és nem kell vele baszakodni, szarakodni állandóan. De ezt csak azért mutattam meg, hogy ilyen kis buziságok miatt kezdenek a dolgok szétmenni, ugye itt van benne egy ilyen tömítő gyűrű, de általában ide közé megy a retek, és ha jó szutykosan retkesen hagyod, és ez az egész mindensége retkes, akkor ezt ki is dörzsöli, ezt a záró dugót, ami lezár. Meg hát a minden részét szét dörgöd, mert itt is van a végébe, nem tudom mennyire tud rámegyíteni, ott is van, látjátok, lejjebb egy ilyen gumigyűrű. Most abból bármelyiket kidörgöli, és akkor szépen fújja a lufit neked. És jön a köpködés, a káromkodás, az anyázás, a kompresszor cipelés, és akkor így jutsz el arra a pontra, hogy igazából nem csináltál semmit, de jó nagy szívás az egész. Na itt nekem még ezzel is történt itt valami, mert megszorult benne, előbb könnyedén kijött, aztán beletekertem, és letörte ennek a régi sapkának a oldalát. Nem tudom, miért nem akar most ránagyítani. Itt talán látjátok, hogy ez a fele le van törve. Így, és nem bírtam mégse kitekerni, már hoztam fogót, mindent, akkor se bírtam, itt van egy másik régi, ez még jó, ezzel se bírtam kitekerni, úgyhogy most az lesz a vége, hogy és látjátok, egy ilyen újabb, modernebbet tettem, mert éppen ilyen nem volt, ezt kukáztam múltkor, és akkor nem tudom hova tegyem, hogy ezt befókuszálja, és akkor ez lett végül is belerakva. Na most ezt még a maradék levegővel föl tornászom. Nem tudom hány bár van. Hát még 3,8. Itt ezen az oldalt meg 5-öt mutat. Látjátok, szét van verve az óra, de még a mutató még mindig tartja magát. Úgyhogy ezt hagytam is rajta, ameddig mér. Van itt rajta egy másik óra, de az egy ilyen nyomásszabályozó után van. Mér rendesen. Na, ezt fölfújom még, és aztán jöhet a vége. Ennyit akartam csak mutatni, ugye megint a VD40-nel dolgoztam itt, mert megint a kapkodás, meg az csak gyorsan fölkapja az ember. Lassan a VD40-től reklámot kérhetek, hogy reklámozom őket. Egy pár dobozzal megdobhatnának kipróbálásra. De hát csak hülyéskedek, nem érdekel amúgy az egész, ez a része, mert vannak attól sokkal jobb anyagok. Az se rossz, meg minden, de mindegy. Tehát amikor már ilyen üszkösödések vannak, ezekre már nem annyira segít. Tehát sok napnak kell elmúlni, mire egy ilyen csavarnak a berohadását föloldja. Nekem arra vannak az jobb kegyszereim. Lehet, hogy arról is már beszéltem, nem akarom szaporítani a szót, mielőtt még leereszt a kompresszort teljesen, még ezt a kicsit belelököm, úgyhogy ennyi volt a Cseppelnek a kerékfújása. Ezt remélem most már napokban eljutok odáig, hogy feltöltöm fagyálós vízzel, ideálok majd mellé a nagygéppel, és akkor bebikázom róla, és akkor egy kört teszek, és megpróbálom azt is felrakni, hogy lássátok, hogy milyen megint állt egy-két évet, és hogy fog muzsikálni a regiószág. Na jó van, addig is sziasztok!